éppen egy ilyen jelenetről hallottunk, Jézus Jeruzsálembe megy, és megbízza apostolait azzal, hogy a zarándok Jézus számára készítsék elő a következő faluban a szállást. És amikor ez nem sikerült nekik, visszautasításra találnak, akkor rendkívül dühösek lesznek és ingerültek, és visszamennek Jézushoz azzal, engedd meg, hogy lehívjuk rájuk a villámot. Szinte átkozódnak. El sem tudjuk képzelni, hogy ezekből lettek később a legnagyobb apostolok, akiket Jézus a világ megfordítására küldött az evangélium örökségében. Van ebbe számunkra egy kis csodálkozásra alkalom, meg ugyanakkor vigasztaló is, hogy hát még ezek a szent apostolok is ilyenek voltak. Jézus megfedte őket. Hát miféle lelkület van bennem? Hát nem tudjátok, hogy én nem azért jöttem, hogy elpusztítsam, türelmes a gyenge emberrel szemben, türelmes azokkal szemben, akik őt nem értik meg. Időt ad arra, hogy az ember lassan fejlődjön, változzon, érett emberré legyen. Úgyhogy ne csodálkozzunk, testvérek, hogyha önmagunkban vagy másokban gyengeségeket tapasztalunk. Nem szabad senkit sem elítélni. Kövessük inkább Jézusnak ezt a magatartását, aki nem bosszú álló, hanem lehetőséget ad az apostolainak, meg ezeknek a szamaritánusoknak is, akik őt nem fogadták be, hogy fejlődjenek. És aztán ugyanezt történt lényegében az első olvasmányban is, ahol Illés prófétáról hallottunk, aki megbízott azzal, hogy kenje fel utódját Elizeus prófétává, az Úr ezzel bízta meg. És őt is feladattal látta el. Ez volt a feladata, hogy kijelölje az utódját, aki még nem volt készen, hogy ezt a feladatot teljesítse. De elindult az úton. És kedves bérmárkozó, egy picit a ti élethelyzetetek is ilyen. Jézus meghívott benneteket a keresztségben, a keresztény életben. És a keresztségkor a szüleinek, a keresztszüleinek megvallották a krisztusi hitet, és ahogy majd a szertartásban később elhangzik, most viszont ti magatok tehettek hitvallást arról, hogy ti Jézus útján akartok járni a továbbiakban is. És az a szentség, amiben most részesültök, az megerősít benneteket, hogy ezen az úton járjatok. A Szentlélek ereje tölt el benneteket azért, hogy korrigálja azt a lelkületet, amely azért többé-kevésbé, amíg az ember a Földön van, mindannyiunkban időről időre ott munkál. Ez a régi embernek a lelkülete, amelyet Jézus hordol, hogy miféle lelkület van benne. A Szentlélek Isten képes arra, hogy ezt a lelkületünket átalakítsa, hogy a szívünket hozzá az ő akaratához fordulja, hogy szép lassan, vagy gyorsan átformáljon, átalakítson bennünket Krisztus szerinti, az ő szíve szerinti apostolokká és tanítványokká. Ilyen lelkülettel kellene élnünk. Már Szent Pál apostol is erre figyelmeztetett bennünket, hogy kérlek benneteket, hogy a lélek szerint éljetek. Nos, a lélek a Szent Lélek, aki szerint élni akarunk, és aki Jézus megígért az apostoloknak, és őket átformálta. Előtte félénkek voltak, előtte bosszúállók voltak, előtte tele voltak rossz indulatokkal. A Szent Lélek eljönetele azonban bűnös volt, átformálta, átalakította őket.
nagyszerű alkalom ez az egész közösség számára, különösen a bérvállásra felkészült fiatalok számára, akik ma befogadják a szentélyek ajándékait, hogy ez az átalakulás, ez megtörténjen bennünk. Mi idősebbek pedig, akik korábban részesültünk a bérvállás szentségében, használjuk ki ezt az alkalmat. Imádkozzunk a fiatalokért, és kérjük azt is, hogy bennünk is, akik régebben kaptuk meg a lélek ajándékait, erősítse meg ez a mai szentmise, ez a mai lélekáradás, ez az új pünkösd, erősítse meg bennünk a lélek hatását. Itt van az oltáron előttem a szent krizma. Az a szent krizma, amellyel majd megkenem a bérmálkozóknak a pontokát. Különleges dolog az, hogy az egyház szentségeinél számos alkalommal jelen van a szent olaj, az olajjal való megkenés. Így van ez már a keresztség során is. Ott is megkenjük a keresztelendőket szent olajjal. És aztán az egyház többi szentségeinél pedig a szent krizmát kenjük meg a bérmálkozókat, a papokat, és aztán a szent tárgyakat. Például egy templom felszentelésénél a püspök a szent krizmát használja. És a szentségek azok nagyon fontosak a mi keresztény életünkben, hiszen azok kísérnek végig egész életünkön, és segítenek abban, hogy mint igazi kapaszkodó az élet zarándok útján, amikor különböző nehézségekkel találkozunk, akkor az Úr kegyelmével erőt kapunk. És így van ez egészen életünk végéig. Nem véletlen, hogy a betegeket megkenjük a betegek olajával, és felkészítjük őket arra, hogyha az Úristen úgy akarja, hogy menni kell, mert egyszer mindenkinek menni kell, akkor őket a szent olajjal, imádsággal megerősítve békét és nyugalmat a lelkünknek, így tudjanak felkészülni az utolsó utazásra. Nagyon fontos az a családban, hogy figyeljünk arra, hogy és saját magunk is idős emberek, a családtagjainkat biztassuk arra, hogy ne féljenek papot hívni, hogyha betegek vagyunk. A szentenettel megerősítve ugyanis sokkal könnyebb a betegségek elviselése és a lelki húsak, a lelki húsakodás is, amely arról szól, hogy itt kell hagyni ezt a világot, legyen tehát ez a mai bérmálkozás, kedves fiatalok, nektek egy ilyen biztos kapaszkodó az életben. A lélek megerősít, átformál benneteket, és egyre inkább bátor tanúságtevőkké tesz titeket. Tudatosan készüljetek erre a feladatra, hiszen nem egyszerre kapunk meg minden képességet, nem egyszerre állunk készen minden feladatra. Az élet minden területén így van, hogy van egy hosszú felkészülési szakasz, ahhoz, hogy megfeleljünk a ránk váró feladatoknak, ahhoz idő kell. Most mi, mint fiatal felnőttek, arra készültünk, hogy a keresztény nagykorúságban nagy feladatokat vállaltunk. Ti is arra kaptatok meghívást legtöbben, hogy majd a házasság szent kötelékében élve, mint édesapák és édesanyák szolgáljátok az élet továbbadásának szent kötelességét, amely a szülőknek a kötelessége. De lehet, hogy közöttetek vannak olyanok is, akik papi vagy szerzetesi életre kaptak meghívást. Arra is fel kell készülni ilyen életet. Hála Istennek itt körülben van egy fiatalember, aki két nappal ezelőtt jelentett a szemináriumban, hogy ő szeretne a papi szolgálatban élni, és felvett a szemináriumban, a Márkó testvérünk, ugye nem állhatja el egyik, hát ez nem nyitott, ez
öröm a Miskolc városának, öröm mindannyiunk számára, hogy Miskolcról egy új kisma kezdi a szolgálatát, a felkészülését. És illetve is hosszú évek felkészülése áll arra a szolgálatra, amire készül. Így vagyunk mindannyian ezzel, kedves testvérek. Éljünk tehát a lélek adományaival, és kérjük, hogy a Szentlélek újítsa meg őket, és újítsa meg azokat a családokat, akik érintettek a mai új pünkösdben. A rátok szálló Szentlélek okozzon örömet a szüleiteknek, a nagyszüleiteknek, a családoknak, az egész egyházközségnek. Ma ezért imádkozunk, és ezért kérjük a lélek gazdag adományát is. Amen. És feleljetek együtt mindjárt arra, amit az Atya Szent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondatok-e a sátánnak minden cselekedetének és minden csábításának? Hisztek-e Istenben a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Mindenki hallja, hogy valóban. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki Szűz Máriától született, így halált szenvedett,